Now turn up. Üdvén nekinek, sziasztok! Szombat, végre szombat van. Hát igen. És komolyan mondom, hogy ez az időjárás, ez a mondom, melós ember ellen van, mert hát rittig, közben Zafirunk nyikorog itt össze-vissza, minden hétvégére beköszönt a rossz idő. Hát persze, egész héten 20 fokos melegek voltak. Hát erre mit ad Isten, mire ébred az ember? Esik az eső, szépen potyorog. Jó, kell egy kis eső, tényleg kell egy kis eső, mert nem is tudom, mikor volt utoljára eső, talán akkor a tavasszal, vagy tél vége fele, Isten tudja, mikor folyamatosan esett, mikor kiástuk a, ugye a Valipinit, azóta csak folyamatosan esett eső, azt csak megállt, azóta meg nem volt semmi. Úgyhogy most azért nem árt egy kis eső, ez egy szép kis csendes, lájtos eső, nem is arról van szó. Kinti meló természetesen felejtős, úgyhogy bent esetleg valamit tudnak bütykölni. Csak azon gondolkodok, hogy mit bütykölek. Hát lehet, hogy nem meg kell néznünk ezt a 07-es stílt, ugye, ami be van állva, vagy valami baja van, hogy nem lehet rántani, nem mozdul át a mi a fene. Lent kerék, elő kéne indítanom egy sorozatot, jó? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogyan sem. Hát tudom, nem lesz egyszerű, nem lehet, hogy nem is fog sikerülni, én ezt előre nem garantálom, hogy ez menni fog ez a fűrész, de hát ha, figyeljetek, egy próbát megér, aztán vagy, jó, tehát akkor megpróbáljuk ezt a 07-es, tudom, hogy nem bontok szét mostanában több fűrészt, mondtam azt is, hogy nem veszek több fűrészt, és láthattátok, nem lévük a csomagbontást, úgyhogy akkor ezt a 07-est megpróbáljuk, jó, valamit kezdünk vele. Kérem szépen, itt is a boncasztalon a gépezetecske, hát látjátok, azért nem kis darabocska, ugye, akkor róla lesz szó, oké? Hát figyeljetek, hogy mit tudok vele kezdeni, mit se, én nem tudom előre, mert fogalmam sincs, ugye, azt kéne csinálnunk, lehet, hogy egyszer levesszük a látjátok, egyik anya hiánycikk is róla, most nézem, a kipufogor, vagy lehet, hogy ma láttam, nem tudom, a franc se tudja, mondtam-e, hogy egyik anyanét ma hiányzik, meg nem tudom, mi fogja még ezt a kipufogót, szerintem itt alul még pár dolog. Ezt levesszük, azt belekukkantunk, meg esetleg a berántó, és nem hiszem, hogy csak a berántó, mert a berántó látjátok, rá van tekerve ide, ugye ezt mikor meghoztam, akkor mutattam is, hogy ez sajnos, nem hiszem, hogy csak a berántója akadt be, de majd megnézzük. Szerintem legalábbis, én úgy néztem, mikor levettem ezelőtt a mi a fenét róla, itt a lánzdeknét. Na, lehetek, ez szerintem nem sokáig tart, ha már úgyis ezzel a gépen foglalkozunk, hiszen mindegy, akkor ráérünk, nem? Hogy mennyi lesz, hány rész lesz, Isten tudja, nem mondom meg előre, fogalmam nincs. Hát ezt is megpróbálom ilyen 30-40 perc közötti részekbe bele zsúfolni, aztán meglátjuk, hogy hogyan fog, mennyire fog majd. Hát ugye nem tudom átfordítani, milyen hosszú időt fog igénybe venni ez az egész. Hát az biztos nem lesz egyszerű, én ezt előre megmondom nektek, hogy hát ja, ez esetleg, hogyha valami analkatrész kell hozzá, akkor már az tény is valahogy nem egyszerű beszerezni hozzá alkatrészeket, abszolút szerintem. Lehet, hogy még egy-kettő közbe-közbe felelhető. Mert ugye az ember közben áll rá figyelget, azt lát hirdetéseket, de ugye az látható, hogy, vagy látható, hallható, hogy ez sokszor komplett gépeket árulnak, és valamikor üzemképesen. Hát igen, ezen látszik, hogy mostanában ez aztán nem ment, látható rajta por, mindenhol rajta por, valahol benn porosodott a nézetek szegényként, úgyhogy... De egyelőre nem is az a lényeg, hát az a lényeg, hogy valamit meg kell néznünk, ugye gyertya a pipa, gyertyakábel az hiányzik, az nem tudom honnét jött ki, valószínűleg szerintem megszakító kalapácsos lesz, gondolom, mert régi típusú gépezet, gondolom valahol megszakító kalapács itt lesz a lentkerék alatt valahol, ugye megszakító része a lentkerék alatt ott lesz, és akkor arról kéne kijönni a, nem tudom mit fogott itt, ezért is néztem, fogalmam nincs, mit, de, hogy mit fogott, ez gyertyapipát fogta, szorította ide rá a gyertyára, nem tudom. A gyertya, hogy bele van téve, tehát nincs beletekerve, csak bele van téve éppensége. Na figyeljetek, az lesz az első, akkor lehet, hogy a kipufogót meg kéne vennem. Aha, alul is fogja még. Ott egy csavar látom. Meg ott az nem fogja már. Itt van egy 10-es.
kulcs, 10-es kulcsa meg tudom fogni, 10-es csavar, és akkor azt le tudom venni róla, aztán megnézzük a kipufogót. Egyelőre még nem teszek bele semmit, ugye nem nyomtam bele semmit, mert ugye tojába, hogy valami kis olajat, kettőtért, mindent csöpögtessek bele. Nem tudom, hogy toltam-e bele, mikor ezelőtt idehoztam, a fene se tudja, nem emlékszek már rá, de ugye mindenféleképp az lesz, hogy hát vagy VD-t, vagy kettőtét csöpögtetek bele, aztán ha netalántán megmozdulna a dugó, de be kell vennem a kipufogót, ha esetleg megmozdulna a dugó, akkor egy kicsit átjáratni a hengerbe, de hát ja, sose lehet tudni, hogy mi találta ezt a gépet, vagy miért van megállva. Hát hogy jó, hogy kuplungot azt tudom forgatni, az egy dolog, de látjátok, elég szép a fogaskerék, a lánckerék is rajta, tehát ez nem sokat ment utána, miután ez rá lett téve, úgyhogy ez még frankó. Hát a motort átfordítani, max ez a kulcsa, hát nem tudom, hogy... Na várjátok! Hoppá! Vagyjátok? Forog a dugattyú. Hoho! Akkor berántó lesz a gond. Hoho! Ezt nem csak, ezt sem próbál. Hát... Hát mit nem mondjak? Fura hangja van! Fura hangja van, hogy a koppant tegye, hallottátok? Várjátok, kiveszem a gyertyát. Kiveszem a gyertyát, most már tényleg fújok bele VD-t. Ó, de jó. Ezt meg se próbál, hát persze, mikor bemutattam, akkor ja, közben itt potyognak az alkatrészek. Mikor egy kézen nehéz itt dolgozni, figyeljetek, tolok be egy kis VD-t jobbra, balra, előre, hátra. Úgy, né, kicsit átmozgattam a gépet, átburogattam előre, jobbra, balra, előre, hátra, minden irányba, hogy egy kicsit a VD folyjon el, erre is, arra is, mindenfelé a hengerhez, és akkor na, mozog benn szépen a dugó. Hú, prima donna! Hát... Szépen dolgozik, nincs itt gond, emberek! Hú, prima! Na, most már csak az a kérdés, hogy a berántóval mi a helyzet akkor? Akkor berántóval ez itt a problémám. Ó, bakker! Ez a jobbik eset. Ez a jobbik eset, mint hogyha mit csinálod volna besülve, vagy beállva. De hát ugye azt el kell mondanom, hogy esetleg aki nem látta ezt a videót, hogy őt a Letenyei Steelboltból kaptam ajándékba. Őt, és ugye kaptam bele egy 08-ast is, meg egy ilyet is, itt van ő is még, tehát onnét kaptam őket, nagyon szépen köszönöm így utólag is nekik. És megpróbálok valamit életet csiholni belőle, bele akarom mondani, bocsássatok meg. Hát, hogy lesz-e bele élet csiholva, az még jövő kérdése. Egyelőre azt kell csinálnom, hogy tényleg most már leveszem a kipufogót, azért bele kukkantunk, mert megnézzük a berántó részt, hogy esetleg mi a problémája, meg kéne nézni ezt a gyújtás kábelt. Ugye rendeltem, bakker, hova francba tettem, nem tudom. Valami dobozkát keresek, mert valahol itt voltak a... Nem, ebben van, bocs. Ja, ezért jó az, mikor mindent máshova teszek. Itt vannak a csövek, meg itt vannak a kábeleim. Ugye gyújtókábel. A direkt arra célra rendeltem, ha... Ugye nem ehhez rendeltem, hanem az MZ motoros kapálógéphez is kell majd. A gyújtókábele ott se volt. De ez is kell, ezt is majd valahogy nem tudom, hogy látjátok, csak a helye van ott, mert remélem a kábel ki van szedve a végig, úgyhogy ja, szerintem szét kell szednem valamilyen szinten, hogy vissza be tudjam majd rakni, vagy fűzni, vagy hát egyáltalán a gyújtótekercs bent van-e, ki tudja, nem tudom, semmit nem tudok róla, ugye boltban nekem úgy ajándékból adták, nem mondtak róla, elmondtak történetét, hogyan is mind volt, de egy konkrétan azt mondták már régóta nem ment, hát látszik is rajt, hogy tiszta por, rakosgatták ki, hát végül is majdnem az lett, hogy ki akarták dobni, mert hát ugye ja, szegényem, ott nem tudom hol végezte volna, de aztán hál' Isten itt kötött ki nálam. Hát lehet, hogy nem a legjobb helyen, nem a leghozzáértőbb helyen, de hát Istenem, valamit azért csiholunk bele. Én nem tudom, hogy ám bár a micsodát most ugye
láttátok az FS 45-öst, az szórakozik az agyammal. Lehet, hogy ő is fog. Lehet, hogy ő is fog. De figyeljetek, azért ő, nem azt mondom, majdnem velem egy korú, de megérdemli a törődést, egyefele. Megérdemli a törődést, ez a kis gépezet. Lehet, hogy majd fölhúzza agyamat, nem nagyon tudja, mert nem nagyon szoktam fölpörögni, különösebben nem. Csak egy kicsit úgy kellemetlen, mikor már 20. részben sem tudom elindítani a gépezetet. Az már egy kicsit olyan kellemetlen. Ja, hát Istenem, nem vagyok profi. Ez mindenki tudja, aki nézi a csatornámat, hogy én nem egy vérprofi szerelő vagyok, egy csak olyan hobbi, amatőr szinten üzem az ipart. Aztán vagy összejön, vagy nem, alapon szoktam csinálni ezeket a gépeket. Aztán kész. Na, kamerát elhelyezem, aztán akkor bontsuk is meg egy kicsikét a gépezetet, jó? Most tehát akkor mielőtt bármit is csinálnék, jó? Öblegessük emberek egy kicsit. Úgy éreztem, hogy ez a 07-es, ez most már megérdemli a Monstert. Úgyhogy most ismét elővesszük ezt az Isten tudja Ultra Fiesta Mango ízesítésű Monstert, aztán öblegessünk egy picit, azzal kezdjük az egészet, jó? Még mert bármit is csinálnék, úgyis eleget pofasztam már eddig. Tehát egy kicsit kiszert a torkom, egészségetekre! Nos, akkor nekirugaszkodunk tényleg ennek a gépezetnek. Örülök neki. Örülök neki, hogy nincs beállva a gép. Ez jó jel. Hát jó, lehet, hogy szét kell szedni teljesen, mert nem tudom, a csapágyak mennyire kotyognak, mennyire. Lóna, nem megmozgatom főtengelyt, nem nagyon kotyog. Oldalirányban csak a kuplunk harag az örök rajt, de szépen pörög rajta a kuplunk harang is. Na, első körben úgy gondoltam, hogy leveszem a kipufogót. Belekukkantunk oda a hengerbe, hogy mi kis uralkodnak ott bent. Lehet, hogy még tolok neki egy kis védét itt oldalról is, ha hozzá. Ezek hozzáférek, mert nincs olyan semmi területen, mert szerintem simán a natúra jön ki a gáz. A gőzgáz a kipufogó, nyilásom. Úgyhogy azt lekapom, aztán megnézzük azt a gyújtás históriát, hogy az hogyan van. Továbbiakban megnézzük a berántó részt is, jó? Hogy ugyanúgy Isten, én szerintem ott lesz a problémám. Bízok benne, nem úgy járok, mint a húsival, hogy nincs benne köröm, vagy valami olyan dolog, amit nem is tudok beszerezni. Bízok benne, hogy egybe van ez a berántó szerkezet, csak esetleg a kötél kiszakadtom, vagy valami olyan gondja, vagy a rugó szétesett, akkor, hát akkor is bajba leszek. De mindegy, figyeljetek, azért vagyok orvos olyan, nem? Valamilyen szinten. Vagy így, vagy úgy. Na, egészségetekre, aztán tényleg kiugrok. Hú, emberek, akkor a monstrum ez. A kamerát lehet, hogy följebb kell tennem, mert nem fér bele a képben a gépezet. De mindegy, figyeljetek, marad így, aztán kész, jó? Így is azért láttok a lényeget, amilyen amennyire tudom, megmutatom a lényegét majd. Tehát a micsodát levettem róla, azt láthattátok. Bakker, kéne egy micsoda. Jó nagy doboz. Esetleg nem akarom annyira szétbontani, hogy őszinte legyek most, legalábbis egyelőre. Rendeltem állok az asztalon, bocsássatok meg, nem tettem ezt meg előbb. Csak közben még itt van az a kínainak az alkatrészei, azt is össze kéne raknom. De most egyefene ezt elindítjuk, ezt a szappanoperát ismételten, tehát ismét egy szappan, a mozog is az egész, hogy akkor jó van. Tehát ebből is ismét egy szappanopera fog kerekedni. Úgyhogy lehet, hogy lesz belőle 20 rész is, nem tudom. Hát mire az ember tényleg össze tudja úgy kovácsolni ezt a gépezetet, hogy össze tudja úgy rakni esetlegesen ezt a gépezetet. Ugye majd ki kell hoznom, vagy át kell olvasnom, nem tudom, hogy német nyelvű, amit kaptam hozzá a szerelési útmutató. Azt hiszem, ez is kaptam, vagy nem? Hát nem tudom. 8-ashoz van, azt tudom. 28-ashoz is kaptam, 11-es ilyesmikhez kaptam. Azt nem tudom, hogy a milyen fenéhez kaptam-e. A 7-eshez. Na mindegy, majd aki látta a videót, azt tudja, hogy mert bemutattam azokat a kis füzetecskéket, vagy könyvecskék, inkább füzetecskéket, amiket ugye kaptam még pluszba, őket is ugye a Letélyes Steelboltból kaptam. Úgyhogy mindenféleképp valami kis segéd lett. Na, valami ment ez a gép, valamit láthatjátok azért. Jó, kitolta a kormot. Azt nem tudom, hogy ezt a kipufogót, hát ez egy öntövény, ez egy komplett öntövény. Szétszedni abszolút nem lehet. Ajaj.
Ezt csak esetleg kiégetni, kimosni, vagy valamit csinálni vele. Ugye ezt elvileg elmondták a szakik, ezt a kis szikrafogót, vagy ezt a kis levezecskét, ezt már ők tették rá bent. Úgyhogy ez az, ha nem, netalánta nem stimmelne az eredeti alkatrészre, ezt ők tették rá, nem tudom. Úgyhogy, na. Hát kérem szépen, lehet, hogy bajok lesznek. Ez egy kicsit barna a kipufogó, de amúgy. Pont, jó, hogy nem látjátok, várjátok. Hűbb a kered, olyan éles ez a... Nem láttok bele oda, mi? Hál' Isten, a kamerát le kéne vennem. Most azt nem tudom, hogy a kipufogóm és egy dugattyún adok csikok, vagy mi a francok, Ott lehet, én látok csikokat sajnos a kipufogóval, mit csak dugattyún akarom mondani kipufogón. Hoppa, most nézem, hogy egyik... ezt szét kell szednem. Ezt szerintem lehet vével, amikor már a hengertalp csavar. Ott egy anya, látjátok? Onnét hiányzik egy anya. Ugye? Látható. Úgyhogy mindenféleképp a kerek szerint szét kell szednem ezt a gépet, mert... Én úgy látom, van egy kis csika dugom. Én úgy látom, úgyhogy... Azt orról meg kell néznem, közelebbről meg kell néznem azt a kis csikot. Meg hát hiányzik egy csavar a hengertalpról, úgyhogy nem tudom a belső hengertalp, meg nem tudom, várjad, hol a 10-es kulcsom? Érdekes, hogy ezt kulcs anyával kell meghúzni. Meg, hát egy kicsit meg van húzva, tehát ja, mindenképp orvosolni kell ezt. A max a hengert le kell vennem. Na, hogy a fenébe kezdem ezt az egészet? Egyszer a berántót, azt megnézzük a berántót is, jó? Na. Hát szerintem ezt nagyon sok csavar nem fogja, nincsenek is nagyon meghúzva. Úgyhogy itt van. Itt van még egy csavar, úgy nézem. Hoppa. Valami maszad van a csavarnak a fejébe. Jó. Így. Ez nem tudom, hogy ilyen rúgós csavar, mi a franc ez? Érdekes, vagy olyan alátét van alatta, bocs. Alátét. És akkor érdekesen volt alatta az alátét. Igen. És akkor még itt van egy nagy csavar. Hát egyik csavar sincs meghúzva, hát valószínűleg ez már ugye szét lett szedve. Lehet, hogy ténylegesen kidobásra szánt gépezet, mert úgy értem, hogy esetleg olyan hibája van, hogy... Hát persze nem jó a gép, az egyértelmű. Hát ugye... hogy a gazdi esetleg azt mondta, hogy hát akkor hagyjuk a francba, nem érdemes vele foglalkozni. Na ez most hogy jön ki? Ez, várjátok, ez még fogja? Ja, itt van még egy csavar, bakker, ajaj. Ez milyen technika, ez még ide a karhoz is ki van fogadva egy bilincsel, mit nem mondják, le van rögzítve rendesen. Nem bízták a stílnél annak idején a véletlenre, hogy nehogy már veszel róla ez a berántó rész. Na, így jönni. Na, atomkúl, ez most hogy a francba van ez? Látjátok, ebben rugó, van egyáltalán rugó ebben, nézzetek, simán föltekerem, meg kihúzom. Hol van ebben a rugó? Na, atom, figyeljetek, ez érdekes egy megoldás, hát itt is nem tudom, hogy nincs eltörve már benne valami. A fűtengelynek a vége is olyan érdekes. Látjátok! A főtengely vége ott is, mintha egy darabka hiányozna belőle, ugye? Na, várjátok! Itókámra vigyáznom kell, ezt vele burítsam, mert bajba leszek. Na, egyszer ezt a berántót... Hát érdekes egy dolog, ez mintha lehet, hogy cserélve ezek a körmök. Na, várjátok, hol lehet? Ezt ki kéne vennem ezt az égergyűrűt. Megnézzük ezt a berántó szerkezetet. Remélem, hoppá, állj meg! Állj meg, ácsi! Úgy, tehát egy nagy alátét, fölött egy kis alátét. És fölötte a micsoda? Zéger, alatta a rugó. Na nézzetek, ez már lehet, hogy cserélve lett. Látjátok, az már ilyen új alkatrészszerűség, ugye? Az már csere? Na, most ezt én ha ezt kiveszem? Ezt ugyanígy kéne visszatennem, ugye? Hogy mi a friend... Mi a franc? Hogyan tudnám ezt megjegyezni, ez hogy volt? Közben az első elég jó kopog. Tudom, halljátok-e vagy nem. Na mindegy, figyeljetek, én ezt így kiveszem. Azt mondja, hogy hát, várjátok,
az a biztos, ha megjelölöm fekete alkoholos filccel, megjelölöm itt az alját, hogy ő volt alul. Így né. Aztán kész, akkor fordítva nem tudom visszatenni. Így né. Oké, az ott nem zavar senkit szerintem, pláne engem. Na szépen leúzom ezt a kötéltárcsát. És láss csodát, hol a rugó? Most ez hogy a francba volt? Ebben kellett egy rugónak lenni, gondolom, csak nincs bent. Na, ez lesz érdekes, emberek. Ilyet beszerezni, honnan a francból tudok ilyen rugót szerezni? Ajja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 jj
most látom, hogy itt gondok lesznek. No, különösebben nem zavarám. Nem probléma. Lehet, hogy azért törték itt ki ezt a részt, nézzetek oda. Vissza lehet tekerni a berántot, és újra lehet rántani. Nem is rossz ötlet, látjátok? Na, figyeljetek, visszarakom a micsodát, nehogy elveszem. Hogy a francba volt ez? Veszem így. Ja, így. Oké. És akkor volt rajta egy rugó. Volt rajta egy nagy alátét. Meg ugye a pici alátét, meg elvileg az éger gyűrűnek ide rá kéne mennie. Ja, jó, elvileg oda bele tud menni, csak ugye a kis alátét. Nem is, addig nem akarom itt szalaszéjjel rakni, vagy szedni, vagy szétszedve hagyni akarom mondani. Nehogy elveszem valamit róla. Inkább megpróbálom vissza, ráteszem az éger gyűrűt, így ahogy van. Látjátok, vissza is patant. És akkor még ez is megoldás, látjátok? Hogy így szépen, mondjuk, hogy mikor rajta gépem, hát nem tudom vissza lehet-e tekerni, de meg lehet így rántani. Nem probléma, minek ebben rugó? Mi a francnak? Minek ez a flanc, nem? Minek a luxus? Minek rugó? Na, oké, figyeljetek, ezt ide félreteszem, jó? Valahol tényleg el kéne raknom. Na, és akkor... Azt mondja, hogy le kéne vennem... Hát a maga a lentkerékből egy lapátocska ki van törve. Látjátok? Ki van törve egy lapát. De most engem az nem érdekel, engem most azt érdekel, hogy tudom ez leszedni a burkolatot, hogy a hengerhez hozzá tudjak férni. Azt mondja, hogy itt van egy csavar, ami elvileg ezt foghatja, meg elől, aha, itt van még egy csavar, ami fogja azt a fehér első részt. Kíváncsi leszek az egész, hát szerintem lehet, hogy már a dugó is kampec, meg lehet, hogy a henger is kampec. Akkor figyeljetek, vagy megmarad disznek, azt a kész. Szépen megpucolom, aztán megmarad disznek, ez a kis matuzsálem. Annyira különösebben nem érdekel ám, de hát ha meg tudnám úgy oldani, legalább egy pöffenésre tudnám bírni kicsikét, akkor jó lenne. Kicsi a valószínűsége, hogy elnézem. Na várjátok, hogy a francba van ez. Ja, itt van még valami csavar. Itt. Ezt kivesszük. Úgy. És nem tudom, ezt teljesen ki kell levenni belőle. Nem tudom, mindjárt kiderül. Mindjárt ki is jön. Oké, ki is jön. Vissza ráteszem, mert ez ugye biztos, ami tuti. Ugye az odavalósi. Így, né. Oké, na. És akkor elvileg, mondom én elvileg, de hát ez nem úgy van ám. Atom, hát ez valami. Rejtett dolgok vannak itt még, de a francba fogja még, azt nem tudom. Várjátok, itt az átmegy, az a fogantyút fogja. Elvileg, én nem látok itt már semmi olyan csavart. Nem akarom feszegetni, nem szeretném eltörni. Hátrafele kéne kihúzni, emberek? Húba, kell emberen feszíteni, mert attól félek eltörik ez az öntvény. Ajaj. Hoppá! Jaj, le kell nyitni. Aha, oda nézzetek. Aha. Jó, nem feszegettem, mert összetörtem volna ott valamit. Jó, micsoda kütyük vannak itt. Ajaj. Hú, bakker, oda nézzetek. Van itt minden. Van itt minden, mint a búcsúba. Bakker. Hú, basszus, na. Atom. Itt ki, micsoda, hogyan, s miképp, ne kérdezzetek semmit. Fogalmam nincs, oda nézzetek.
szépen néz ki, szépen el van pucolva, különben a belső elég szép tiszta. Na de most várjatok, én, hogy level hozzáférjek a hengerhez ezt a burkolatot, ezt innét el kell, hogy távolítsam. Ez a vezeték, ez a piros vezeték, ez gondolom a kapcsolóhoz megy ide, gondolom én, ott elvileg csak kijön, nem? Vagy ide bele van dugva ez, vagy valami? Aha, ide csak bele van dugva ez. Ja, hát ez egy csoki, nem? Most kihúztam hülye fejembe. Na mindegy, nem az a lényeg, azt tudom, hogy oda kell visszatenni. Várjátok, hol a kis csavarhúzom? Ez csak egy ilyen csoki lehet, aha, igen. Ja, ezt vissza is tudom tenni, tehát nem kihúzni, nem kiszakítani, hanem vissza bele tenni, nem ki kell csavarozni, és akkor úgy visszatenni. De nem minden, nem is az a lényeg, most vissza ki, jobb is, ha kijött. Vissza betekerem a csavart, nehogy elveszítsem, hogy egy kipocsanjon. Úgy. És akkor levesszük a burkolatát, magát, ezt a micsodát, hogy hozzáférjek én a hengerhez. Mert ha jobban nem is szedem szét, de a hengert, azt mindenféleképp le kéne vennem róla. Kíváncsi vagyok rá, arra a dugóra. Mert én láttam rajta egy csikot, őszinte legyek. És az nem jó. Nem jó. Mi húzza rá a csikot, meg attól félek, nagy a henger is. Hát ha henger is kapott, akkor hát ja. Lehet, hogy nem oknék ő. Nem tették ma vissza a csavart se bele, mert hát gondolom úgy voltak vele, hogy sajnos. Sajnos el kell engedni ezt a gépet. De mindegy, én azért nem adom fel. Hát ha. Nem azt mondom, hogy ez szakik után én ezt megcsinálom, Isten őrész. Á, nem, azért annyira profi nem vagyok. Én nem. Hát csak figyelj, megnézem. Megnézem, hát ha. Húval kell, elég jó megrett az eső. Egyik fel Isten mára mondta. Úgyhogy az előbb, amilyen szép lájtosan esett, most beindult. Na, hát ugye lehet, hogy a fogantyút lehet, hogy le kéne vennem, mert ugyebár, ja. Biztos, hogy le kéne vennem, mert, ja. Lehet, hogy valami ki lehet ám fordítani alóla. Lehet, hogy ezt a kütyűt behajtom. Csak nem tudom alatt elfordítani, hál' Istennek. Ja, akkor nem jó. Mert nem akartam levenni, de lehet, hogy le kell vennem azt is. Előre kibuktatni. Hoppa, kell annyira. Nem feszeget. Na, álljátok. Aha, oké. Előre kell kibuktatnom. Na, szépen el van pucolva a belső, és látjátok, nem koszos. De ugye minden öntve, alumínium, vagy Isten tudja mi a franc ez. Na, itt most már, itt is hiányzik egy anya. Ja. És megmutatom nektek, ott is hiányzik egy anya. Hol van? Hoppa, itt, nem tudom, látjátok-e, ott a helye, vagyis a csavar szár van már, csak ott az anya hiányzik róla. Tehát ez sajnos már, itt meg csak épp, hogy el van kapatva. Ott az anya. Hoppa, azért nem egyszerűen tartani ezt a gépet. Én vagyok a hülye, mert milyen kamerát veszem le. Nem tudom, látjátok-e, de ott meg csak rá van kapatva az anya. Tehát ez a henger szinte kotyog rajt. Úgyhogy, ja, a karburátort is le kéne hozzá vennem, hogy engedt, bakker. Hát, ja, mégis, ez hogy a francba van? Hú, bakker van. Azt mondja, hogy ha leveszem a kart, hát le kell vennem a kart mindenképp. Hogy, hát, ja, azt hittem, mennyire nem kell szétszednem ezt a gépet, de szét kell szednem, mert le kell vennem a kart, hogy a karburátort le tudjam venni. Vagy a karburátorral együtt a hengert le tudjam venni. Mindjárt meglátjuk. Hát kicsontozunk szegény kémet egy picikét, de hát Istenem. Ez van. Na, újjni. Várjátok, a mi a fele ki is akadt. Az hogy a francba volt benn most? Abba a volt beakasztva szerintem csak. Itt a gázrudazat. Úgyhogy ezt majd vissza bele kell akasztani valahogyan. Hát majd adja magát, más nem tudok csinálni, most nem figyeltem meg, hogy volt. Figyeljetek, elvileg fordítva nem tudom összerakni. Na most, hogy melyik csavar hol volt, azt ne kérdezzétek, mert csak ide szórom megint. Fogalmam nincs. Na, egy kisakkozzuk, jó? Majd kisakkozzuk valahogyan. Na, ide rakjuk közben az alkatrészeket így ide-oda-amoda. Figyeljetek, akkor elvileg a karburátor
Már levehető. Hát leveszem a karbit.